szemét. Ott van a járdán, ott van az utcán, ott van a természetben, ott van az üzletek előtt, és még a telefonunkban is megtalálható. Lehet, hogy Romániában így mondják ezt a dolgot. Úgyhogy ebben a videóban addig fogom járni a várost, amíg 100 kg szemetet össze nem szedek. Na de mivel én is egy trash videós vagyok, a szemétszedés közben találtam ilyen-olyan érdekesebb tárgyakat is, amit nem is értem, hogy az emberek miért dobnak ki. Úgyhogy kérlek, nézd végig a videót, ha kíváncsi vagy, hogy pontosan miket találtam. Munkára fel! Van a kis városunkban egy hosszú lépcsőfolyam, ami felvezet egy dombra, gondoltam ez tökéletes kezdőhelyszín. Az a durva, hogy egyáltalán nem kell messze menni, hogy bármilyen szemetet is találni itt-ott, egyszerűen brutális, hogy hogy néz ki minden. Én nem tudom, hogy ezeket hogy lehet hatékonyan összeszedni, rengeteg az apró szivánka, mint látjátok. Ó, hogy rohadjon ketté! Kólásflakonban meg mi a jó Isten lehet? Belepisáltak, vagy mi? Amint látjátok, egy kicsit szomorú voltam, mert egyszerűen nem akartam elhinni, hogy az emberek minden hülyeséget szétdobálnak még a fűbe is. Alig fejeztem be az első zsákot, de már így is a hőség miatt egyszerűen nem lehetett ezt bírni. Elképesztően nagy a napsütés, és egyszerűen csöpög rólam a víz, nem tudom, látszik-e videóban. Aztán arra sétált egy úriember, és kíváncsian megkérdezte, hogy mégis mi a francot csinál. Szemetet szedek, lesz bőven meló. Mondhatnám azt, hogy ezek a cipózó fiatalok, de a múltkor egy idős néni jól öltözött macska almot próbált oda lenteni. Minden ember, nincs mentség, mindenki ugyanolyan, sajnos. Igetszel, értékelem. Köszönöm, szép napot! Miután kedves bácsi elment, még utána végmentem egyszer a lépcsőn ide-oda, hogy meggyőződjek, hogy minden tiszta, csak hát nyilván ez nem volt ilyen egyszerű. Ezt nem hiszem el, hallod, az előbb jártam itt, ez nem volt itt. Ide fújta a szél, vagy valaki mennyire eldobott valami? Oké, jöhet ez a köcegödő. Amiket elértem, azt nagyjából mindnek próbáltam kiszedegetni, de egyszer csak elkezdtem találni érdekesebb cuccokat is, nem csak palackot meg üvegeket. Tokot is beledobnak ide. Ha kijönnek, itt kicsomagolnak egy AirPodsot és beledobják az szét, hogy mi? Szia kutya! Hát te kié vagy? Nézd már egy trash videót! Beszalsz! Fidget spinner! Hallod, ez megy az értékekhez, hát ez nem rossz. Mert hát a takarításon kívül hát ha találok valami értékesebb dolgot. Ez például működik, még nem értékes, de jó cucc. Vagy mégse. Na de nézzük az elsőt. Ez csak 1,1 kiló. A következő 2 kiló. Ebben rengeteg üveg van, szóval valószínűleg többet kéne húzzon. Ez is 2 kiló. Ez durván 5 kg. Körülbelül 4,8 kiló. Oh. Ez is elszakad. Oh. Jelenleg a kocsiban csak 14,9 kg van. Hát van még bőven mit szedjek. Jézusom, mekkora meló lesz ez. Az első helyszín nagyjából meg is lett tisztítva, másnap be is ültem az autóba, és következhetett egy bevásárlóközpont eldugott parkolója hátul a folyó mellett. Itt vagyok egy ilyen kis parkolószerűségben, ami tök normálisan néz ki, de itt a hátam mögött van egy épület, amivel konkrétan be van tuszkolva egy csomó személy. Nem pontosan értem, hogy miért van ez ide félre túrva, de még a föld is tele van. Folytassuk a melót. Itt nagyon szutykos minden. Zsírúj cipő. Ezt kisorsolom a feliratkozók közül. Nem tudom, tudtátok, de jelenleg is fele a nézőinek nincs feliratkozva, szóval csekkold, hogy fel vagy iratkozva, és nyerd meg ezt a fantasztikus epic cipőt! Jó, jó, elnézést, elnézést. Hallod? Ez egy alaplap? Halljátok, elvileg találtam egy alaplapot. Hát nézd, milyen jól néz ez ki, mármint, hogy szarul néz ki, de menő. Ennek semmi értelme nem volt, amit most mondtam. Mindegy. Megy az inventoriba. Gőzerővel folytattam a szemétszedést, amikor megint egy úriember oda tévedt, és egyszerűen érdeklődött, hogy megint mégis mi a francot csinálhat az a hülye gyerek. Robot. Szemetet szedek. Köszönöm. Ja, itt ez privát terület? Hát azon túl az irodal legyen. Jó. Az élet veszélyes itt áldogálni. Nem tudom még meddig bírom, de rettentően szarszag van. Mindjárt behányok. Ott egy mesztelen csiga? Az vagy te trash fejű. Körülbelül egy órája szedem itt a szemetet, többet oda fel nem megyek, mert egyszerűen életveszélyes. Az üvegek többször is szinte elvágták a lábam. Tele van ilyen csúszómászókkal és tudom, milyen fertőzésekkel. Úgyhogy mivel a városban még több helyet is meg akarok tisztítani, ezt a helyet most jelenleg szünetelnem kell, mert nem akarok elkapni semmit, és nem akarok megsérülni. Ez 3,5 kiló, ez hajszálnyira 2 kiló, 2,1 kiló. Léci, ne szakadjen. Láttam, hogy 3,4 kg, most újra csomagolom, de annyit nyom. Ez jót húz, ez 4 kiló. 3,3 kg, 2,4 kg. Jöttem a város szélére itt a természetben is nézni, hogy halán mi a helyzet, de hát itt sem sokkal jobb. Random sörös üvegek, fú!
Komolyan mondom, csak egy 5 percre álltam meg, és így is egy csomó elhagyatott palackot találtam itt a semmi közepén. Igaz, hogy csak 100 gramot nyom, de hát ez is valami. Egyébként ezt nem tudom szemétre, de ezt nézzétek, mit találtam. Egy random kabát felakasztva, egy random fára. Nem akarok előítélni. Itt van egy gödör. Nem tudom elképzelni, hogy kiadhatta itt, de mindegy, én ezt most nem rakom kukába, hát ha visszajön érte a gazdája. Egyébként a videó elején elfelejtettem mondani, hogy elsősorban ezt a videót azért csinálom, hogy segítsek egy kicsit a környezeten, meg hát ha egy-két embert buzítok arra, hogy még ha nem iszed szemetet, de legalább nem dobálja szana szét. Másodszorban pedig azért, mert én személy szerint annyira unom, hogy a magyar social médiában vagy a magyar YouTube-on mindig csak a negatív tartalmat kapják fel az emberek. A Horváth András csinál valamit, már jönnek a kritika videók. Homeworkraft csinál valamit, jönnek a kritika videók. Ha B-Turbo, ha Azari, ha Henry Kettner, ha Kressze, ha Csigér Alexis csinál valami megkérdőjelezhetőt, fú, egyből az összes videót meg kell csinálni róla, egyből a kommenteket oda kell írni, egyből dislike, egyből minden a tökön. És ha rajtam kívül van bárki is, aki unja már, hogy csak a negativitásról van szó egy adott influencernél, akkor kérlek, oszd meg ezt a videót a barátaiddal, hogy buzdítsuk egy kicsit jó tetre is, ne csak a rosszra, mert valószínűleg most is ezt a videót és az összes vélemény videós streamer már így nyomigálja a space-t és lebontja elemeire. Minden kicsi apró negatívumot ki akar emelni a videóból, de az, hogy mi az üzenete, az úgy igazán, mintha direkt nem akarnák megérteni. Szóval igen, itt is, most is. Állítsd meg a videót. Úgy, megint. Elemezd ki minden mondatomat, minden másodperc. Gyere, szedjetek szét ismét. Mert hát ugye nincs jobb dolgotok. Úgy, megint, állítsd csak meg. Ezt is elemezd ki, amit most mondtam. Elnézést, kicsit elkalandoztam, ugyanis mostanság divat a negatív vélemény, de ez engem most nem érdekelhet, mert kellett folytatnom a szemétszedést, mégpedig itt a folyó mentén, ahol halászni is szoktak. És amint látjátok, itt leginkább szaros papírok vannak, de itt-ott hányódik egy-egy palack, meg ilyen-olyan junk, úgyhogy itt a híd alatt és a folyó mentén végig fogok menni, és nézzük meg, hogy hány kiló szemetet tudunk összegyűjteni. Én esküszöm, alig akarom elhinni, hogy mi ez a rengeteg sörös üveg. A folyó mentén nem volt annyira durva a helyzet, de találtam egy kis apróságot. Na nézd már! Egy teniszlabda! Wow! Oh ne, most! Elvileg itt horgászni szoktak, meg rossz nézni, hogy a kacsák is ebben a vízben úsznak, amikor konkrétan tele van szeméttel, mert biztos a víz olyan sokkal többen, mint amit a partra kimondol. De itt is megakasztottunk egy 3,5 kilós zsákot. Meg egy teniszlabdát. Ez megy be az inventoriba, csak meg kell pucolni. Hülye szúnyog, te vagy rohadt szalag! Nagyjából a víz körüli résszel is megvoltam, szépen a legközelebbi kukába beleraktam a szemetet, és utána egy másik város részre indultam, ahol konkrétan egy lakónegyed van, de brutál, hogy mi szokott ott lenni. Amint látjátok, bejöttem az épületek közé, és itt mindig is rengeteg szemét volt, nem tudom, folyton termelődik ide, ismerem ezt a helyet. Hallod, itt még CD is van. Lehet, hogy a GTA 60 rajta, úgyhogy ezt be kéne dugjam a gépembe. No. Majd, de ideálltam. Nem tudom, látszik-e, de egy egész hangya családot beleraktam a zsákba véletlenül. Itt bizony nagyon undorító dolgokat találtam, de volt, ami nem is szemétnek nézett ki. Nézed már, egy újabb csuka. De amúgy ez nincs is rossz állapotban. Ha ez nem elég, nem messze pont a lerakó mögött, helyesen jó állapotban lévő magas sarkú kollekciót is találtam. Csak ámultam és bámultam, hogy ez mit keresi. Az egyik zacskó 3,1 kiló, teljesen szétszakadt, de 4,1 kiló. És ebbe csak a cipők vannak. Ez 3,5 kiló, viszont nem a szemétbe fogom dobni, hanem elvittem egy ilyen gyűjtő konténerhez, ahol használt ruhákat lehet leadni a rászorulók. Szerintem itt jobb helyen van, mint a kuka mellett. A lakónegyed pipa, viszont a személy challenge-nek még csak fele van kész, úgyhogy irányt vettem a város másik szélére, egy érdekesebb helyre. Na hát srácok, amint látjátok, kijöttem egy ilyen motoros pályára itt a város szélére. Ott mögöttem van egy kis épület, ami hát nem egy mai darab, és hát megnézzük, hogy mennyi szemét van benne, ugyanis én úgy emlékszem, hogy itt sose volt kitakarítva. Jó, oké. Szinte semmit nem változott. Hogy lehet ennyi mocskot elfogyasztani, hogy én is mind ide dobanom? Egy kis idővel egy olyan 85%-ba sikerült teljesen kitakarítani a helyet, kivéve nagyon apró üvegszilánkokat meg a kuladarabokat, de egyébként itt nem találtam semmi érdekeset. Nem lett teljesen makulátlan a hely, de azért szerintem sokkal jobb, mint ahogy rátaláltam. Nézd meg az emeleten, mi van? Hát tisztának tűnik a terep, a nagy két sörös üveg. Itt azt hiszem ennyi. 3,2 kiló, 2,8, 4,1, ez is 2,8, 2,9, bajszálnyira 3 kiló. Ez a hely össze akar dőlni egyszerűen. Ez mi?
Találtam egy egész jó állapotban lévő szikét, nem tudom, jól lett volt elhozni, mindegy, megy a talált ágyak közé. Na oké, mivel még több mint 30 kiló hátra van, irányt vettem egy bevásárló központ háta mögé. Fura ezt kimondani, de reménykedtem, hogy sok szemét van, bár legbelül inkább azt kívántam volna, hogy tisztaság legyen, de hát sajnos nem így volt. Egyik saroktól a másikig ilyen olyan flakonok, meg papírdarabok, meg minden szar, úgyhogy nézzük meg, hogy itt is mit tudunk csinálni. Az embereknek milyen bajuk van a cipőkkel, most már komolyan mondom. Ráadásul márkásnak is tűnik, meg csak mocskos. Nem tudom ez mi az, de olyan, mintha valaki direkt körbe rakta volna ezeket a kicsi üvegszilánkokat, és valami sátánőzés végzett volna ezen a cigicsikken. Írjátok le a komment szekcióba, hogy ez szerintetek milyen ördögűzés. Most már semmilyen. Folytattam a szemétszedést, az idő is elkezdett romlani, de el nem hiszitek, hogy mit találtam közben. What? Egy füles, ami Sony füles, what? Találtam egy nem is olyan rossz fülhallgatót. Bogra ment, na mindegy. Én ezt nem akarom elhinni, hogy ember dobta ki oda. Szerintem valami kutya a kukát szétcincált, a... mindegy, a loot az loot. Az első zsák 3,8 kg, 3,1 kg, 3,6, az mindjárt le akar szakadni, ez nehéz lesz, 5,3 kg, fú! És végül, de nem utolsó sorban, vát! Hajszányra 7 kiló, és nem szakad el! Na, aha. Kettőt találhatok, hogy mi történt vele. Nem szakadt te, biztos nem. Most már elképesztően közel vagyok, hogy teljesítsem ezt a kihívást, de hát az időjárás beleszólt és elkezdett esni az eső, szóval egy icipicit kellett szünetelje. De ez a videót nem állíthatja meg, ugyanis még kb. 9 kiló hátra van, amit most össze kell itt szedjük. Ide jöttem egy parkolónak a hátába, és hát itt is bőven lehet szemetet találni, tényleg csak szét kell nézni, és egyszerűen mindenhol a sörös üvegek, meg minden szírszar ott van. Úgyhogy akkor nyomjuk meg. Éjjel-nappal csak a szemétszedés. Isteni, de fel is miket nyomnak az emberek, ez mi? Elvbár csomagolás. Ezt nézzétek, milyen creepy helyen vagyok. Hát ez nagyon creepy. Nem tudom, hogy mi akart ez lenni, nagyon béna volt, tudom, de azért iratkozz fel. Nézzük az első zacsit. 2,4. 5,5 kg. És végül, de nem utolsó sorban, pontosan 2 kiló. Ha mindent jól számoltam, akkor 101,4 kg szemetet szedtem össze és vittem a helyén. Most, hogy kisült a retinám, nagyon boldog vagyok. Itt van a loot box. Végeredményben találtam egy szikét, egy fidget spinner, egy kissé tönkrement Sony füles, egy nem kissé tönkrement alaplapot, és talán a legjobb dolog egy teniszlabda volt. Teljesen jó, működik. Hol van? Tudom, hogy igazából egy senki vagyok, egy bolhaszem, ahhoz képest, hogy mennyi szemét van odakint, és ez a 100 kiló, ez alig számít valami. Viszont nagyon remélem, hogy a videó üzenete átjön, és hogyha szeretnél további videókat nézni tőlem, akkor Kati most a képernyőn megjelent tartalomra. Ha már tartalomnak lehet ezt nevezni. De hát ki vagyok én, hogy megmondjam a saját videóimra, hogy tartalomi vagy sem. Elvégre, aki eddig is stressnek gondolt, az ezután is annak fog. És aki eddig is kedvelt, az valószínűleg ezután is fog. Na de ki tudja. Vigyázzatok magatokra, vigyázzatok a környezetre. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!